Hagyományos német virágtánccal elevenítették fel a sváb hagyományokat a gávavencsellői asszonyok. Közülük többen is tagjai a 10 éve alakult helyi német nemzetiségi önkormányzatnak, amely sokat tesz azért, hogy a közösségi rendezvényein keresztül megőrizze a sváb kultúrát. Több mint 2 évszázada több ezer németet telepítettek a községbe, ők építették fel az akkori Gávavencsellői részét. A fennmaradt közösség most egy saját Svábligettel lett gazdagabb kormányzati támogatás jóvoltából. Ez a mai átadó ünnepség a német nemzetiség önkormányzatunk által szerveződik. Különböző forrásokból kaptak anyagi támogatást, és mi úgy hívjuk, hogy Sváb falu, illetve a Kápolna utcán lévő egyik ingatlannak a felújítása zárult most le, illetve egy emlékoszlopnak az állítása. Egy maroknyi sváb közösség él még itt a településünkön, akik próbálják ezeket a hagyományokat őrizni, hála Istennek, és mindent megtesznek azért, hogy színvonalas rendezvényekkel, kis tánccsoporttal, énekekkel színesítsék a település életét. Egy jól működő országban teljesen mindegy, hogy ki milyen közösséghez tartozik. Erről már az egyházi és nemzeti kapcsolatokért felelős államtitkár beszélt a közösségi tér szerdai átadó ünnepségén. Soltész Miklós kiemelte, a nemzetiségek hagyományainak és nyelvének ápolása összekapcsolja egy ország társadalmát. Ha a német nemzetiséget nézzük, kultúrájában, szorgalmában, munkájában, amit nekünk adtak, mármint az össznemzetnek adtak, az összmagyarságnak is adtak, illetve a velünk együtt élő nemzetiségeknek adtak, az egy olyan érték, ami visszafordíthatatlan. És egy olyan érték, amely, hogyha nem lenne, jóval szegényebb lenne ez az ország, jóval szegényebb lenne a közösségünk is. És én a felsoroláshoz hozzátennék még egy jelzőt, az pedig az igényesség. És amikor az igényességet kiemelem, azt kell mondanom, hogy nagy részt a magyarországi németektől, a szászoktól, főleg sváboktól, akik ide költöztek annak idején török hódoltság után, őtőlük örököltük, illetve kaptuk meg. A kormány ezekért cserébe kötelességének érzi, hogy segítse a külhoni közösségek fennmaradását. Ennek érdekében 4,2 milliárd forinttal támogatja a nemzetiségi pedagógusok munkáját és képzését, több mint 700 millió forint pedig a nemzetiségi tanulók ösztöndíj programjában áll rendelkezésre. Ahogy a térség országgyűlési képviselője fogalmazott, a sváb közösségek nagy szerepet játszottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számos településének kiépülésében. Amit itt látunk, az méltó emléket állít a sváb ősöknek, akik szorgalmas munkával építették a települést, és új hazájukat annyira megszerették, Vencsellőt, hogy ez megnyilvánult az identitástudatokban is. Ahogy az országban a legtöbb helyen, úgy Gávavencsellőn is a II. világháborút követően hurcolták el a német származású emberek nagy részét, és bár hivatalos adatok nincsenek, ma is közel 250 000-re becsülik a svábok lakosságát Magyarországon.